Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Születtem Magyarországon című könnyű zenei műsorunkat látják 2015. április 25-én, a pontos idő 20 óra 30 perc. Március 27-én az Engörti koncertjén vettünk részt a Zebra Klubban Szalvason. Az 1996-ban megalakult Nagymárkocsi formáció céljairól, azoknak megvalósításáról beszélgettünk. Jelenleg az új lemezükön dolgoznak, ami 2015 őszére várható. Szarvason a Zebra Klubban az Engörti zenekarral találkozhatunk. Első kérdésként azt szeretném, hogy tisztázzuk, hogy milyen felállásban működik az Engörti zenekar, mióta működtök ti így együtt? A zenekar 96-ban alakult, tehát nagyon régiek vagyunk már, nagyon öregek. Ő a dobosunk, Bárkai Laci, feladta Miguel basszusgitár, én pedig énekelek és gitározok, és Mihály Gergelynek hívnak. 96-ban, amikor megalakult az Engörti zenekar, milyen célkitűzése volt a zenekarnak, és ebből mi valósult meg, hiszen több neves fellépővel vagy vendégzenésszel dolgoztatok már együtt, ahogy olvashattuk rólatok. Hát először is csak bulizni szeretünk volna, meg csajokat felszedni, de hát ez ugye a mai napig nem sikerült. Nekem igen. Úgyhogy igazából maradtuk a zenélésnél, most már tisztán. Úgyhogy szeretném minél jobb dalokat írni, meg minél jobb albumokat felvenni. Milyen stílust képvisel az Engörti zenekar, aki esetleg mondjuk a televízió nézőknél nem ismernének benneteket, hogyan tudnátok jellemezni a stílust, amit ti képviseltek? Kísérletezős zenét játszunk, tehát ezt hát külföldön úgy hívják, hogy experimentális. Experimentális rockzene, progresszívnak is hívják ezt, szeretjük felrúgni az ilyen hagyományos dalszerkezeteket, tehát ezekkel szeretünk kísérletezgetni, hogy például akár egy refrénnel kezdünk egy dalt, és utána jön egy gitárszóló, vagy tehát így össze-vissza variálgatjuk, és ezzel kísérletezgetünk. Úgyhogy experimentális rockzene, kis grunge-os elemek vannak benne, ugye ez a 90-es évek közepi vagy elejé vonal, ezt nagyon szeretjük, illetve metál is van benne jócskán, az énekben pedig ilyen népzenei elemek, azt mondják legalábbis. Annak ellenére, hogy angolul éneklek, de magyar népzene az elég rendesen benne van sokszor. Kicsit bele is kaptál a kérdésembe, hiszen az lett volna a kérdésem, hogy ennek az angol szövegeknek mi a célja, mondjuk esetleg a nemzetközi vizekre való kievezés, vagy csupán ezzel könnyebb átadni egy-egy dal mondani valóját? Hát ez jó kérdés. Amikor így igazából átváltottunk angol nyelvre, akkor az volt főleg a cél, hogy külföld felé idomuljunk, vagy külföld felé irányuljanak a törekvések. Nem tudom, most már annyira átállt az agyam erre, hogy nem is tudnék magyarul énekelni, vagy magyarul dalszövegeket írni. Tehát igazából azt mondom, hogy volt egyfajta funkciója az egésznek, az, hogy mindenhol értsék ezt a zenét a világon. De most már azt mondom, hogy a művészi, nem akarok nagy szavakat használni, a művészi önkifejezés ebben nyilvánul meg, tehát nem tudnám magam máshogy kifejezni. Annyira átállt erre az egészre az anyag. És hogyan áll össze mondjuk egy aktuális dal, mennyire tudjátok belevinni a saját elképzeléseket, mennyire közös egy produkció? Általában mindig valaki hoz egy alaptémát, amire később a többiek rá pakolják a saját dolgaikat. Általában ez egy elég hosszú folyamat, akár egy-két évig is alakulhat egy-egy szám. Van olyan, hogy felét kidobjuk, teljesen más hozzáérünk, tehát ez egy hosszú, kreatív folyamat. És ugye olvashattuk rólatok, ha nem rossz az információm, hogy dolgoztatok már egy amerikai producerrel is. Ez mennyiben befolyásolta, mennyire vitte mondjuk előre az Engörti zenekart? Hát szakmai belkéken belül mindenféleképpen volt visszhangja, de hát igazából szerintem a zenekart annyira nem vitte úgy elő, hogy hétköznapokban, tehát hogy nem lett több koncertünk tőle, vagy ilyesmi. Szerintem szakmai szinten volt ez egy előrelépés. Hát a kiadó jó, de az sem volt akkora nagy előrelépés egyébként, tehát nem nagyobb léptékben mozog most a zenekar, ettől mint ahogy sokan képzelik egyébként, vagy ahogy ez hangzik. Tehát szakmai szinten volt ez egy fejlődés, úgymond. Nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy külföldön komolyabban vegyenek minket bizonyos berkekben. Tehát én úgy gondolom, hogyha bár Francsa tudja, hogy alakultak volna a dolgaink, de lett ugye egy norvég kiadónk, a Smash Fabric Records, így közvetlenül azután, hogy együtt dolgoztunk ezzel a Neil Kernor nevű fószerrel. Tehát lehet, hogyha nem dolgozunk vele, akkor nem lesz norvég kiadónk. Vagy például a világvezető internetes szájtján az a neve, hogy Blabbermouth, ez egy New Yorkban székelő ilyen internetes oldal, ott így rendszeresen megjelennek dolgaink azóta, és előtte nem. Tehát lehet, hogy ezek a... Tehát az, hogy ugye egy Grammy-díjas producerrel együtt dolgozott a zenekar, ez jelenthetett ennyit, hogy így komolyabban vesznek minket így külföldön. Nyilván Magyarországon így a szakma figyelt fel erre főként, tehát nagyon elismerően írnak azóta, előtte is elismerően írtak, de azóta még inkább komolyabban vesznek minket, főleg, hogy ugye mi egy vidéki zenekar vagyunk, és általában azt vettem észre, hogy egy pesti zenekart alapból komolyabban vesznek, mint mondjuk egy nagymágocsi zenekart, mert a nagymágocs, hát az miért? És azóta viszont azt vettük észre, hogy úgy kicsit ilyen rangja lett a zenekarnak, hogyha lehet így fogalmazni. És hogyha nem hangzik ez túl nagyképűen, remélem, hogy nem. És ugye az említett kiadóval, vagy a kiadó által fog megjelenni az ötödik nagy lemezetek is, vagy esetleg ez fars információ, hogy mit lehet erről tudni, készül-e a lemez, illetve hol készül? Hát a lemez készül, kiadóról én nem tudok. Most nincs. Na, ennyi. Egyébként a lemez a próbaterembe készül, amúgy meg felvenni Váry Gáborral a Black Hole Sound-ba fogjuk. Most éppen lejárt a szerződésünk ezzel a Smash Fabrikkal, amiről az előbb beszéltem. És most kiadó keresésben vagyunk, kettő kiadó van így képben, két külföldi szintén. Maradnánk ennél a vonalnál, tehát most csak világ szinten szeretnénk mozogni valamilyen, na igen, világszerte szeretnénk mozogni. Tehát egy magyar kiadó, tehát mi akkora zenekar vagyunk, hogy ez nekünk nem elég több. Nem. Mindegy. Van egy finn kiadó kilátásban, illetve egy amerikai. Meglátjuk, hogy jön össze. Most írjuk a számokat egyelőre. Talán október-novemberre felvesszük a lemezt, és utána kezdünk el egy komolyabban házalni a kiadóknál. Meglátjuk, nagyon képlékeny most még a dolog. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Biztos, hogy valaki kifog, vagy reméljük, jó, semmi sem váltó, biztos a rock szakmában. Reméljük, hogy valaki kifogja adni. Meglátjuk. Most csináljuk a lemezt, és csak ezzel foglalkozunk, meg azzal, hogy jó koncerteket nyomjunk magunkhoz képest. És olvastam én rólatok, hogy jelöltek benneteket a legjobb koncertzenekar címére is. Ez hogy jött ez a jelölés? Kik által jelöltek benneteket? Tehát a közönség szavazta ezt meg nektek, és mi várható, hogyha ezt esetleg megnyeritek? Igazából ez a szavazás, ez több rockzenei portálnak a szavazataiból áll össze, tehát a legnagyobb ilyen portálok mind leadják a voksaikat, és akkor így alakulnak ki a jelölések, és a végén az összesítéskor derül ki, hogy végül is megkapjuk ezt. Korábban már 2012-ben jelöltek minket az Éva albumadíjra, amit meg is nyertünk abban az évben. Igen, abban az évben jelent meg a Tankcsapda lemeze is, és őket is így lehagytuk ezzel. Tehát ez nyilván az eladásainkban meg se közelítjük a Tankcsapdát, de ez egy szakmai díj, akkor az Éva albuma a miénk lett. Tehát a szakma minket szavazott meg, ennek nagyon örülünk a mai napig, meg próbáljuk az új lemezt is legalább olyan jóra megcsinálni. Hát most koncertzenekar, legjobb koncertzenekarnak jelöltek, amit nem nyertünk meg. Nem tudom, hogy ki, talán ki nyerte. Azt hiszem az Epi and Öpi, akik fú, nagyon jók, meg is érdemlik, nagyon jók. Sokkal többet koncerteznek, mint mi, úgyhogy abszolút megérdemelt. Ennyi, ez egy szakmai díj. Örültünk, hogy jelöltek minket. Nem sokat koncerteztünk mostanában, mert ennek a hülyének született egy nagyon-nagyon kisfia, és hát nyilván így nem lehet annyit játszani. Nem nagyon koncerteztetek mostanában, de mi várható rátok még 2015-ben? Vannak esetleg nagyobb felkérések, ahol a közönség találkozhat veletek? Sok koncertünk lesz, most turnézunk. Ez a második állomás, lesz szerintem, hát jövő héten lesz két koncertünk, azt hiszem Budapesten játszunk, meg talán Dunaújvárosban, utána játszunk
Nem tudom, nagyon sok helyen játszunk az országban. Ami a nyári fesztiválok közül egyen játszunk a rockmaratonon, a pécsi rockmaratonon, ami most Dunaújvárosban lesz. játszunk, kétszer játszunk Pesten, nem tudom, sok helyen játszunk az egész országban. A honlapunkon vagy a Facebook oldalunkon lehet ezeket követni, hogy hol lesznek koncertek, sok lesz. Szerintem egy ilyen 10 körül lesz, 15, nem tudom. We'll be right back.
nagy múltra tekint vissza a citerázás mezőtúron. 1998. február 20-án még 34 taggal alakult meg a Szivárvány Népzenei Egyesület. Azzal a célkitűzéssel, hogy tovább éltessék a magyar népzenét. Riporterünk az elmúlt időszakról, a jövőről Csíder István zenekarvezetővel beszélgetett. Nagy múltja van mezőtúron a citerázásnak, legutóbb a tavalyi esztendőben beszélgettünk adventkor. Hogyan lehetne értékelni a citerázás szempontjából a 2014-es esztendőt? Úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, sikeres volt a tavalyi évünk is, hiszen pontosan az adventi rendezvényen két zenekarunk is minősült, országos minősítési szinten, a Méhecskék és a Tücskök egyaránt aranyminősítést értek el, sőt a Tücskök aranypáva díjat is megkapták, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a gyerekeinkre, a tanítványainkra. Thank you.
tekintetében egyébként most az elmúlt év egy másfajta kitekintést is hozott. A város által elnyert városközpont rehabilitációs projekt keretében indult egy rendezvényekre irányuló pályázat is, amiben mi is beneveztünk, és több mint 1 millió forintból létrehoztunk egy családi napot június 28-án, ahol igyekeztünk most nem a citelára kihegyezni a dolgokat, hanem megmozgatva az ember, a város lakosságának több, sőt, hát igyekeztünk, hogy mindenki részt tudjon ezen venni. A fiataloktól az idősebbekig, a rockzene kedvelőitől, a magyar nóta kedvelőkig, a néptáncon keresztül, a küzdősportokat is igyekeztünk népszerűsíteni. A város fúvózenekar is bemutatkozhatott, sőt, hát zenés ébresztővel vonultak végig a városon. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sikeres rendezvény volt. A város lakosságának felhőtlen szórakozást nyújthassunk minden rétegnek, minden korosztálynak. És úgy gondoljuk, hogy ez sikeres volt, köszönet a pályázat kiíróinak, hogy ezt kitalálták, hogy ilyen célokra is lehet ezt a pénzt fordítani. Természetesen ez az 1 millió forint körüli összeg, ez az egész naphoz kevés volt, körülbelül a 50%-át még hozzátette egy esetünk saját forrásokból. Aztán a zenekarok működését is értékelni szeretném, azon kívül, hogy már beszéltem a kicsiknek a teljesítményéről. A Szivárvány zenekar töretlenül működik, immár 45. évébe lépett 2015-ben, és a nehézségek ellenére, itt gondolok, az elmúlt időszakban halálesetek is történtek, igyekszünk töretlenül működni, ezt úgy gondolom meg is valósítottuk, és van még Mezőtúron egy negyedik zenekar, őróluk se feledkezzünk el, aki az egyesületünkhöz tartozik, az Iringó zenekar, akik Bíró Laci vezetésével működnek, ők is igyekeznek sok-sok fellépést elvállalni. Az elmúlt évben, most pontosan még nem számoltam össze, de a 4 együttestől körülbelül egy 40-50 fellépés az, amit összeszámolhatunk, és úgy gondolom, hogy ez a város hírnevének a növeléséhez igen jelentősen hozzájárul, hiszen a legnagyobb része ezeknek a fellépéseknek vidéken történik. És ahol a mezőtúri citerásokat meghallják, ott mindenütt azt mondják, hogy ez igen.
Mit tudhatunk a zenekarok jelenlegi helyzetéről? Hányan citeráznak jelenleg mezőtúron, és kik a legfiatalabbak? Kezdem a legifjabbakkal, hogy korcsoport szerint haladjunk. A legifjabbak Méhecske néven dolgoznak. Ők a zeneiskola növendékei, és jelen pillanatban heten vannak. Én vagyok a nyolcadik Méhecske, mint öreg dongó. A Tücsök zenekar, ők már lassan elugrándoznak innen mezőtúrról, hiszen egyetemisták, főiskolások leérettségiztek, vagy éppen most érettségire készülnek, tehát lehet, hogy eléri ezt az együttest, és az amatőr együtteseknek az a szomorú sorsa, hogy mivel az élet más helyre szólítja őket a tanulmányaik folytán, így lehet, hogy majd vissza kell vonulnunk egy kicsit a Tücsök zenekar tekintetében, de egyelőre nagyon lelkesek még, és azt mondták, hogy Csicsi bácsi, mi jövünk vissza egyetemről, iskolából, két hetenként minimum hazajövünk, akkor tartsunk próbát és folytatjuk. Nagyon bizakodom benne, hogy ez így is lesz, főleg azért, mert itt majd ha a jövőről is beszélünk, akkor el kell mondjam, hogy az idén lesz a Tücsök 10 éves, tehát ezt a jubileumi eseményt ezt meg kellene közösen ünnepelni.
A szivárványzenekart is emlegessük meg egy kicsit. 8 fővel működünk jelen pillanatban. Ez a létszám úgy gondolom, hogy az elmúlt 6-7 évben már állandónak mondható, és hát a munka mellett mindenki igyekszik a maximálisat megtenni, sőt, hát van, akinek még egy sporthobbija is van, ami a citerázás, és ez mutatja, hogy a citerázás meg a sportolás az egymást nem zárja ki. Egy nagyon lelkes fiatal leány, a Bóka Kamilla, aki küzdősportban is jeleskedik, meg a citerázásban is. Hál' Istennek nem kell azt mondanunk, hogy mindenki olyan idős, mint én vagyok, hiszen vannak fiatalok is, ahogy említettem, a Kamillát, a Szilágyi Sanyit, a Domjánonitát, a derékhadat képviselik a középkorosztályt, Csideri Rénke, Bironé Sáfárancsa, Butorimi, és hát vannak ilyen veteránok, mint Iván Jancsi barátom, meg én is vagyok, akik már ugye 60 fele közelítünk. Hogyha erre az évre tekintünk, akkor milyen rendezvények lesznek, illetve milyen eseményeken fognak részt venni, valamint a minősítésekről, amit tudhatunk? Nagy tervek vannak az idénre is. Ahogy emlegettem már az előbb, itt a Tücsök zenekar jubilál, 10 éves, de van ennél egy nagyobb szám is, a 45-ös. A Szivárvány zenekar az idén tölti be a 45. születésnapját, és hát magam is büszke vagyok, hogy elértem azt, hogy 40 éve vezetem ezt a nagy hírű, országos hírű együttest. Nagyon büszke is vagyok rá, hogy a társaim megtörtek ennyi ilyen hosszú időn keresztül. Úgy látszik, hogy akkor biztos valamit nem csináltam nagyon rosszul. Ezt a jubileumi hangversenyt a zenei világnap környékén tervezzük megrendezni. Még egyeztetések folynak a meghívandó fellépőkkel, hogy pontosan melyik napon legyen. Sajnos az október 3-a, amire először gondoltunk, hogy az a legközelebbi hétvége a zene világnapjához, október 1-éhez, ez többeknek foglalt. Úgyhogy most vagy az előtte való, vagy az utána való hétvégét kell megcéloznunk, de még erről pontosat mondani nem tudok. A 18. ifjúsági találkozónkat szeretnénk majd decemberben szintén az adventi rendezvénysorozathoz kapcsolódóan megrendezni. Ha belegondolunk, hogy 18. hát most kezdődött, 1998 most volt, akkor volt az első ilyen kezdeményezésünk, és hát azóta úgy látszik, hogy ez is egy jó kezdeményezés lehetett, hiszen még minden évben sikerült megrendezni megfelelő érdeklődéssel és megfelelő létszámú zenekarokkal ezt a rendezvényünket. Minősítésről. A Szivárvány a 18. országos minősítési ciklusban még nem szerzett ilyen fokozatot. Erre most fog nem sokára sor kerülni. Április 25-én megyünk Szolnokra, ott lesz egy országos minősítési hangverseny. Reméljük, hogy az eddigiekhez hasonlóan az aranyat, meg az aranypávát is sikerül megszerezni. Az aranypáva már a 10. lesz, hogyha sikeredik minden. Hogyha hosszú távú jövőre tekintünk, akkor milyen célokat lehetne megfogalmazni a zenekarok tekintetében? Hát a mai világban előre gondolkodni elég nehéz. Reménykedünk abban, hogy az anyagi feltételek biztosítottak lesznek továbbra is. Itt a várossal kötött közművelési megállapodásunk keretében erre garanciát látunk, hogy ez továbbra is fog így működni. Itt főként az együttesek fenntartása, utaztatása, a működés feltételeinek a biztosítása, ez mindenképpen nagyon fontos. Örülünk annak, hogy itt a közösségi házban továbbra is helyet kapunk. Igyekszünk ezt olyan módon meghálálni, hogyha felkérés érkezik a ház részéről, ünnepségen szereplésre, kiállítás megnyitón, tehát bármilyen alkalomból, akkor mi is ezt igyekszünk teljesíteni. Nem könnyű a mai helyzet sem, évről évre az ember
akadályokba is ütközik, de eddig még sikerült minden akadályt úgy leküzdeni, hogy nem sérültek benne különböző érdekek sem. Bizakodunk abban, hogy ez továbbra is hasonlóan sikerül majd végrehajtani. A beszélgetésünk végén még fontos kitérnünk arra, hogy ha valakit érdekel a citerázás, akkor milyen lehetőségei vannak, hány éves kortól ajánlott, és hol lehet jelentkezni? A zeneiskolában működik a citera tanszak is, amelyet én magam viszek. Jelen pillanatban 21 tehetséges ifjú emberke van a kezem között, de hát természetes módon mindig van lemorzsolódás is. Május végétől lehet jelentkezni a következő tanévre, és leginkább azt szoktam javasolni a szülőknek, gyerekeknek, hogy a másodikos, harmadikos kortól érdemes hozzáfogni, amikor már a gyermeknek a fizikai adottságai megfelelőek ahhoz, hogy megfelelőképpen le tudja nyomni a húrokat, tudja pengetni a hangszert. Tehát szeretettel várok jelentkezőket, és ha éppen nem lenne hely, akkor várólistát nyitunk, és a következő tanévben biztosítjuk a jelentkezetteknek a lehetőséget arra, hogy jöjjenek citerát tanulni. Sok szeretettel várunk mindenkit. Műsorunk végén nincs más hátra, mint hogy különböző programokra invitáljam Önöket. A tavaszi zenei Vitaminbomba koncertsorozat legújabb állomásaként a Roy és Ádám trió látogat Békésre április 30-án a Dánfoki üdülőközpontba. A Cseh Tamás program támogatásával megvalósuló koncert egyben a Szabadidőközpont szezonnyitó eseménye lesz. Május 1-én 4 koncerten vehetnek részt a Szarvasi Granárium Zebra Klubban. Egy estén koncertezik a Morse Silence, az Abby and the P, a Blind Myself és a Leander Rising. Köszönöm figyelmüket! Önök a Születtem Magyarországon című műsorunkat látták. Egy hét múlva, május 2-án Veres Nikoletta várja Önöket könnyű zenei műsorunkkal itt a Mezőtúri Városi Televízióban. További szép estét kívánok, viszontlátásra!